Sziasztok! Rikári vlog, infláció vlog következik, mert hogy elseje van már, mint amikor a videót felveszem. Nem tudom, tudok itt egy picike fényt csinálni az arcomra, nem sokat. Remélem, hogy legközelebb más stúdió körülmények között tudom ezt felvenni. Hát ismét, mint olvashattátok a címben, ismét negatívba fordult az infláció, legalábbis az Aldis akciós és egyéb árak kapcsán. És gyorsan akkor bemutatom ugyanazokat a termékeket, amiket minden hónapban, kivéve amit nem kaptam. Ugye a két darab ilyen rombusz alakú Kraft buci, ez az egy, ami ugye a kezdettől fogva drágább lett, mert 2,59 volt azt hiszem, és most 2,99, kettő darabot vásároltam. Ugye a jó kis rák, csak két darab roki, 129 darabja, nem változott takony papír 3,59-ért, ez sem változott, lassan már fejből fogom tudni az árakat. Popcorn, vajas popcorn, filmhez, videózáshoz, stb. 199, szintén változatlan, és csiga tészta 3,99, Aldis áron ez régóta ennyi, ez is szintén változatlan. A jó kis saját márkás, de egyébként pikgyártmányú csemege szalámi 6,89, most ez nem volt leárazva, múltkor igen. Ellenben ennek nem emlékszem a régi árára, most 5,79, ha jól tudom, a kis snack kolbász csemege kis rákcsálni való. 5,99 a fél kiló szarvacska tészta, semmi változatosság ebben a történetben, legalábbis ebben már változatosság, ugye a nincsen változatosság a termékekben, annyi változatosság, hogy múltkor ilyet nem kaptam, a korábbi áron azt hiszem 3,69-ért tudtam megvásárolni. Emiatt a tortelloni miatt tésztaválogatásnak hívják egyébként az Aldiban, emiatt háromszor körbe mentem az Aldin, pedig ott szúrta ki a szememet és nem találtam meg. Ugye mondtuk, hogy ezt levesszük egy darabra, és már múltkor is úgy számoltunk vele. És végül, de nem utolsó sorban, illetve nem végül, mert van még egy szatyor. Ugye teavajat vettünk, gyerekek, ennek olyan szépen lement az ára. Emlékszem, hogy volt olyan Dunakeszin, hogy 900-ért vettem a vajat, most 333 forint, igaz, hogy akciósan. És megkövetem az Aldit egyébként, helyreigazítás következik, mert ugye július 27 van rajta, és a múltkorin pedig július 1-e volt, ti is megírtátok. Én néztem el az egy betűt, úgyhogy azt hittem, hogy június 1, és hogy lejárt a vaj. Egyébként nem szoktak lejárt termékek lenni az Aldiba, tehát ezúton megkövetem az Aldit. Na, úgyhogy ezt most már harmadáron vettem a vajat ahhoz képest, ahogy korábban. De az Aldis korábbi árhoz képest is 5,19 volt, ha jól emlékszem, vagy valami ilyesmi. Toás, ahogy Zoli bácsi mondaná, toás, mélyalmos, 8,49, ugye 85 forint darabja, és hát ugye az elmaradhatatlan 4 üveg budapesti sör, ami tudom, hogy doboz, de én mindig üvegnek mondom, én igazából jobban szeretem az üveges sört, de nem szoktam üvegest inni sajnos, úgyhogy ennek is változatlan az ára, 389 forint egy dobozzal. És Apfelsaft, meg Poker Craft, meg innen tudtam egy lukra kimondani. Ez olcsóbb lett, mert ez is ilyen 400 forint körül volt, vagy nem tudom, most 269, úgyhogy van, aminek megy lefelé az ára. A ásványi víz pedig ugyanaz a márka, mint múltkor, ez a nem Aquarius, hanem Aquitas, csak múltkor rosszul olvastam le. Ez szintén 109 forint, úgyhogy ennek sem változott az ára. Hopp, ebben még van valami. Ja, igen. Ugye a sólet konzerv marhahússal, ez nagyon finom, 7,99 változatlanul. Nem túl olcsó, de nem is túl drága ahhoz képest, hogy egy rendes főtt kaja. És egy kis kenyérrel,
ebédre vagy vacsorára elegendő. Egyetlen egy dolgot nem kaptam, illetve egy dolgot még azon kívül nem vettem, hiszen az újság most már nekem elő van fizetve, mondjuk most pont nem jött meg, úgyhogy nem tudom megmutatni, de az egyébként annak az ára változatlanul 790 forint, ezt még hozzá kell adnom, és azt a kék most nem veszem elő, de előbb veszem. Ezt a kék, sima sóslébe lévő tonhalat szoktam venni, de megint nem lehetett kapni. És mivel múltkor, amit vettem helyette, az nem volt finom, mert olajos volt, ilyen lecsós, üzés, ilyen zsíros, paradicsomos, paprikás, lecsós szavba volt, tehát nem lecsós, mert az volt ráírva, hogy zöldség darabokkal, hát volt benne pár szem borsó, illetőleg főthagyma, amit én kidobtam belőle, mert én azt a trancsírozott főthagymát nem szeretem. Jó, a pörköltbe más, meg a levesbe, amikor csak a végén teszem bele, és csak egy picit párolódik meg, úgymond, az finom, de azt a szétfőthagymát azt nem, úgyhogy rohadtul nem volt finom, úgyhogy nem vettem olyat, hanem most simán hozzáadtam az árhoz, mintha azt is a régi árát, mintha azt is megvásároltam volna. Így lett a 8473 forintos számlához, ha ezeket hozzáadom, akkor 9862, és ez olcsóbb, mint múltkor, meg mint előzőleg. Ugye 10 000-en fölül volt, én most nem olvasom föl a számokat, mert nem látom neki érte, de felolvasom, ugye 10278 és 10188, már az is egy icipici csökkenés volt az előzőhöz képest, és most ehhez képest ment a végösszeg még lejjebb 9862-re. Ez egyébként annyit tesz, hogy múlt hónaphoz képest 3,2%-kal olcsóbban kaptam meg a dolgokat, és a 3 hónappal ezelőtthöz képest pedig 4,05%-kal olcsóbban vásároltam be, úgyhogy gyerekük egyre olcsóbbá válik az aglegény fogyasztási kosár, remélem, hogy ez a trend ki fog tartani, mert akkor talán értékálló lesz valamennyire a jövedelmünk, vagy legalábbis az enyém, hát bízom benne, hogy ez a trend, ha csak egy stagnálás beállna is már jó lenne, vagy egy kicsit most visszalendülne az inga, és a doktor miniszterelnök úrnak igaza lenne a tekintetben, hogy egy számjegyű lesz évvégére az infláció, az azt jelenti, hogy most mínusznak kell lenni hónapokon keresztül, mert ugye az év eleje az nagyon durva volt, tehát azt tudja csak kikompenzálni, hogyha most visszaleng az inga. Hát meglátjuk, hogy ez összejön-e, nem tudom, hogy ebben voltak-e kötelező akciók, piros címkés dolgok voltak benne, de ugye ugyanazok a termékek, amiket szoktam venni, tehát ha piros címkés is, az ugye eseti akció, hát meglátjuk, hogy milyen árszinten állnak be ezek az aglegény termékek. No, hát tartsatok velem a következő infláció vlogban is, egy hónap múlva jelentkezünk, és akkor már remélem stúdió körülmények között, addig is dobjátok a lájkot, a véleményeteket kommentben, iratkozzatok fel, csatlakozzatok csatornatagnak, mert akkor előbb láthatjátok a videókat, én pedig most elbúcsúzom, köszönöm, hogy itt voltatok, Rikári voltam, sziasztok, csüssz!